Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Nivien részére. Kedves Nivien, üdvözöllek téged. Ő visszatért most az ex-nőjéhez, és a kérdésed az, hogyan tovább, visszajön-e hozzád, mi a terve. Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez a kép ott fent utal az ő jelenlegi helyzetére. A kártyán láthatóak a botok, ami a tűz elemét jelenti. Az ő lelkesedését, a bátorságát, és ő most ezen a fehér lovon ül, mint egy győztes, és szeretné azt, ha mások feltekintenének rá, ha bámulnák őt, de itt nincs senki. Ez a kártya mutatja az ő kívánságát, amit ő szeretne elérni. Lehet, hogy most ez a nő felnéz rá, meg dicsérgeti őt azért, hogy visszatérjen. Ez a hölgy tudja, hogy ő mit akar, és pontosan azt kapja meg. Ezért ő most mutatja magát itt ezen a fehér lovon, mint egy győztes, de nem lát át a dolgokon, hogy itt hamisságról van szó. Ezek a dicséretek nem szívből jönnek, hanem azért, hogy ez a hölgy elérje a céljait. A következő kép azt fogja mutatni, hogy mi a terve a te nagy szerelmednek. Ez a kártya ott fent bal oldalon azt mutatja, hogy mi a terve. A 10-es szám egy új indulásra utal, amikor egy új ciklus kezdődik. De neki sokat kell itt cipelnie. Ezek gondok és nehézségek. És mivel ez sok, és mivel ez nehéz, így nehézségei vannak ennél a kezdetnél. Valamit le kellene zárnia. Amit én itt ennél a kivetésnél érzek, hogy ez a nehézség, ez a kihívás nem más, mint ez a nő a múltból. És pontosan ez, amit neki le kellene zárni, hogy az élet útja előre menjen, és legyen ez a könnyűség. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi áll most nála a középpontban. Ezen a kártyán láthatóak az érmék. Az utal anyagi dolgokra vagy munkahelyi viszonyokra. A képen látható az igazságtalanság. Az egyiknek minden ott van, a másik kap ebből valamit, a harmadik és a negyedik figyeli az eseményeket, és nem kap semmit. Ez utalhat arra, hogy igazságtalanságok vannak a munkahelyén, vagy valaki kihasználja őt. De ha a mélybe tekintünk, akkor felfedezünk ezen a kártyán még valamit. A feje fölött van egy érem, az mutatja az ő értékeit. De ő ezzel nincs tisztában, mert nem figyel oda. Mellette, illetve a háta mögött van két érem. Az utal a párkapcsolatra, ami értékes számára, mert az érmék utalnak az értékekre, a belső értékekre is. De ő nem figyel oda. Ez lehet a ti kapcsolatotok, és ő eltekint ettől, mert ő úgy érzi, hogy ő ezt nem érdemelte meg. És mivel ő nem figyel oda, és nincs ezzel tisztában, ő eltekint ettől.
egy más irányba, és ez lehet ez a hölgy, és ő úgy érzi, hogy tartozik neki valamivel, mert lelki ismeret furdalása van. És most megtekintjük azt, hogy mi vagy ki befolyásolja őt. Ami őt befolyásolja, az számára nagyon fájdalmas. És most megtekintjük azt, hogy milyen változások lesznek nála. Itt ez a kép bal oldalon utal változásokra, megújulásokra. Ő átteszi magát a félelmeken, lezárja ezeket a kapcsolatokat, ami számára jelenleg még nyomasztó. Ez számára azt fogja jelenteni, hogy felszabadultnak érzi magát. Most megtekintjük azt, hogy hogy néz rád. Itt ezen a kártyán láthatunk egy szerelmes párt. Azon kívül a kelyhek utalnak mély érzelmekre. A kettes szám egy párkapcsolatra, te és ő. Itt nincs harmadik személy. És te vagy a szívében, a lelkében, ez a férfi szeret téged, és ha ez így van, akkor biztos lehetsz abban, hogy visszatér hozzád. Most megtekintjük ezt a hölgyet a háttérben, az ő ex kapcsolatát. Most megtekintjük ezt a kártyát ott lent bal oldalon. Minden olyan átláthatatlan. Ez a felhő a háttérben utal félelmekre, aztán ez a lovas személy. Még azt sem tudjuk, hogy ez egy férfi vagy egy nő, mert be van burkolva. A páncélon meg az állarcon nem látható, hogy ki ez a személy. Azt sem tudjuk, hogy mit akar, milyen tervei vannak. És pontosan így hat ez a nő rá. Az is lehet, hogy ez a lovas egy másik férfi, és ez a nő pontosan ebbe az irányba tekint, és van valakie. Most megnézzük azt, hogy a te lelki társad hogy viszonyul ehhez a hölgyhöz. Itt ezen a kártyán látható a tolvaj, és az arra utal, hogy ez a kapcsolat el fog múlni. Ő elbúcsúzik ettől a nőtől, mert a tolvaj elviszi ezt. Most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt megint egy szerelmes pár látható. Te és ő. Ő ennek tudatában van. Visszatér hozzád, és ezt közölni fogja veled, hogy ő szeret téged. Most megtekintjük azt, hogy mit tudsz te tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ezen a képen láthatóak az érmék. Azok utalnak anyagiakra vagy a munkahelyre. De itt ennél a kivetésnél szerelmi témáról van szó, akkor az érmék a belső értékekre utalnak. A hármas szám utalhat egy harmadik személyre, mint ebben az esetben ez a hölgy a háttérben. A kérdés az, hogy mi a szereped itt? Te vagy a diák, vagy te vagy a mesternő? Én úgy mondanám, figyeld az eseményeket, és te veszed itt kezedbe a dolgokat. Ő a diák. Ő most tanul. Igen, neki most még tanulnia kell, mert ez a nő meg fogja őt leckésztetni. Amit még tanulnia kell, hogy észrevegye azt, hogy mennyire
fontos vagy számára. Észrevenni a te értékeidet, hogy mennyire fontos ez a szerelem, és hogy te mennyire értékes vagy számára. Neki ezt mutatnia kell, meg kell tanulnia, ahogy neked ezt a helyzetet látnod kell. Ha ő ezt nem tanulja meg, akkor elveszít téged, mert rajta kívül vannak más férfiak is. Ez nem azt jelenti, hogy ezt közölnöd kell vele, inkább azt, hogy legyen ez a tartásod. Te vagy itt a mester, és te uralkodsz a helyzeten. Neki van szüksége rád, és nem neked rá. Persze, ha visszatér, és lesz itt egy kibékülés, akkor élvezd ezt a párkapcsolatot. És a jelenlegi helyzetet figyeld úgy, mintha ő most iskolában lenne, mert valamit kell tanulnia. A következő kép mutatja a jövőt. Itt lent jobb oldalon láthatunk egy fiatal férfit, a kezében egy aranykehely. Ez utal az érzelmekre. Ennek a fiatal férfinak van egy szimbolikus jelentése, mégpedig, hogy lassan-lassan közeledik hozzád, még olyan bizonytalan, de ami fontos, hogy átnyújtja számodra ezt a kejhet, nyitott lesz az érzelmekre, és így megvan a lehetőség arra, hogy újra együtt legyetek. Kedves Nivien, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Tenderá! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!